igazolások testközelből. Nem megszokott környezetben tartotta meg a szokásos szezon előtti szurkolói ankétját a VKV Eto FC Győr labdarúgó csapata. A Divino Borbár teraszán tartott eseményen Horváthy Attila egyenként egy kis játékkal összekötve mutatta be a klub nyári szerzeményeit. Aki jól válaszolt az új játékosokkal kapcsolatban a klubigazgató kérdéseire, kapott egy életrajzi adatokat tartalmazó könyvet, melyet Bicó Zalán írt. Három NB-s nemzeti bajnokságban szereplő csapata van az Etónak idén, amire még nem volt példa. Az NB1-es női csapatnak külön lesz majd a bemutatása, hiszen az öt bajnokságok később kezdődik. A hétvégig viszont indul az NB2-es bajnokság, és az NB3-as bajnoksága, ugye az Eto Akadémia fiataljai részt vesznek a pontvadászatba. Azt szerettük volna, hogy egy kicsit nyitottabb helyszínen, a Covid szabályokat betartva tudjunk találkozni a szurkolókkal, a sajtó képviselővel. Én egyet ígérhetek az itt lévőknek és a mérkőzésre kilátogatóknak, hogy meg fog a csapat mindent tenni annak érdekében, hogy minden mérkőzést megnyerje, minden meccset. A júliusban kinevezett sportigazgató azt mondta, egy olyan csapatot akar a pályán látni, amelynek mindenki ellen reális esélye van a győzelemre. Hozzátette, az utolsó pillanatig elvárja a küzdést, ennek megfelelően alakították ki a keretet. Én azt hiszem, az igazolások jól sikerültek, az utolsó pillanatban még tudtunk Piskin Tomi mellé hozni egy úgynevezett remélhetőleg egy góllövő csatárba a csapatik személyében. Jelen pillanatban készen vagyunk, úgyhogy készülünk az első bajnoki mérkőzésre Tiszakéskelen. Nem lesz könnyű, de maximálisan bízok a csapatban. Esetleg így, hogy már ismeri a saját csapatát és sikerült kialakítani megfelelően a keretet, lehet-e valami reális célt megfogalmazni erre a szezonra? Hát ha azt mondom a célt, hogy 1-2, akkor azt mondják, hogy milyen nagyképű vagyok. Ha azt mondom, hogy 6-8, akkor azt mondják, hogy milyen kisítő. Inkább nem mondok semmit, úgyhogy de azt viszont be tudom tartani. Azt szeretném, hogyha ha továbbra is megmaradna a szurkolók, a játékosok, a stábtagok és a vezetők között egy olyan négyes, ami nem fog változni, és azt gondolom, hogy akkor itt a csapat szép eredményeket érhet el. A vezető edző a felkészülésről is beszélt. Kicsit hányatott sorsa volt ennek a felkészülésnek, mert ugye először kezdtem 9-10 játékossal, aztán ugye akik a osztályozót játszottak, azok 2 hét múlva jöttek vissza, akkor a új igazolások meg 3 hét múlva jöttek vissza, de azt gondolom, hogy azért ebben utolsó két és fél hétben kezd kirajzolódni az, hogy a csapatnak mi lehet az erőssége, és ezt ugye meg is mutattuk a Kisvárda ellen is, meg a Arab csapat ellen is. Mi lehet akkor ennek a csapatnak az erőssége? A felkészülés alatt mire fektették elsősorban a hangsúlyt? Gondolom elsősorban arra, hogy az új játékosoknak sikerüljön beilleszkedni. Így van, de az alapvető dolog nálunk az, hogy mentálisan olyan játékosok legyenek, akik ha kimennek a pályára, akkor valóban mindent megtesznek a győzelmért. Most ez a taktika vagy a technikai tudás mellett a tanékül nem lehet futballozni. Riskin Tamás elmondta, az a legnagyobb álma, hogy az Etóval még az NB1-ben szerepelhessen. Én bizakodó vagyok a bajnoksággal illetően. Úgy érzed, hogy készen áll a csapat a hétvégi Tiszakécske elleni találkozóra? Úgy érzem, hogy igen, de igazából ez majd vasárnap fog megmutatkozni. Bízom benne, hogy sikeresek leszünk, mert tényleg egy jó kezdet az nagyon fontos az egész bajnokságra nézve. Várjátok már vissza a szurkolókat? Igen, ugye az elmúlt év az kicsit más volt abban a szempontból, nem tudok jönni a szurkolók, úgyhogy bízom benne, hogy most minél többen lesznek majd a hétvégi mérkőzésen, és a legfontosabb az, hogy ki tudjuk őket majd szolgálni egy jó játékkal és győzelemmel. Az ankét végén szurkolói kérdésre Hanik Péter megjegyezte, hogy a verebesféle csapatból csak egy volt, ám azt a szellemiséget, azt a támadó futballt akarják átmenteni a mai csapatra, mint ami az akkorira volt jellemző.